A lavina a hó súvadása. Közel függőleges falon leomló hótömeg, ami így hatalmas energiát nyer, majd a lankásodó részeken tovább tarolva fejti ki pusztító erejét. Ez még a sziklák eróziójához is hozzájárul, így alakítva a hegyek felszínét. Nem csoda, hogy az állatvilágot és az emberek életét is veszélyezteti. Mivel geomorfológiához köthető, így a súlyosan lavinaveszélyes területeket az utak mellett táblák jelzik. Természeti területen már nem ilyen könnyű felmérni a veszélyt. A nagy hidegeket követő meleg napok után az olvadó hóli csorgása a talajon húcsúszamláshoz vezethet. A hosszantartó hidegek is okozhatják az egymáson elcsúszó jeges hóréteg kialakulását. A szél is hozzájárulhat a hó megindulásához. A hóréteg vastagsága egy bizonyos tömeg túllépésekor önmagában is elég lehet ahhoz, hogy a hótömegek leszakadjanak. De a havat elnehezítő esőzés, vagy a jeges hóra érkező új friss hótömeg a rétegződés is okozhat lavinát. A lezúduló sok tonna hó 80-100 km/h sebességgel söpör végig a tájon. Téves elképzelés, hogy a tetején lehet maradni. Ebben nem lehet koordinált mozgást végezni. És fontos megjegyezni, hogy az erdő sem nyújt mindig biztonságot. Évek óta szerettünk volna távolról megfigyelni egy lavinát. Volt, hogy fél órán belül értünk oda. Nagyon. Amikor magas hegységekben jártunk, mindig nyitottak voltunk a lavina lefilmezésére. Elsősorban Ausztriában, de Olaszországban is kerestük. A Dolomitokban majdnem el is csíptünk egyet, de a hóvihartól nem látszott. Idén, ha csak rövid időre is, de hamar beköszöntött a tél az Alpokban. Amint járhatóvá váltak az utak, ellátogattunk a Carvendale Nature Parkba. Mivel hosszabb idő után ez volt az első meleg nap, körülöttünk folyamatosan kisebb-nagyobb lavinák indultak pusztító útjukra. Míg az egyik oldalon alpesi zergék csoportja pihent, addig a másik oldalon egy hatalmas hótömeg indult meg. Megdöbbentő volt a robaj. Az arányok nem adják vissza a húzulatok méreteit. Nagyon távol álltunk, és a felvételek 1000 mm-es teleobjektívvel készültek.